Február 9-e Van megváltás. Mai igénk Márk Evangéliuma a tizedik fejezetének huszadik verse. Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Mivel volt még tele a gazdag emberkeze? A teljesítményeivel. Jó nevelést kapott, Gyerekkorától komolyan vette a tíz parancsolatot, vallásos családban nőtt fel, ismeri a Szentírást, és elkölcsös életet él. És még sincs üdvössége? Nem meglepő ez? Márpedig ez gyakran előfordul. Ne becsüljük le azt, ha valaki ismeri a Bibliát, igyekszik megtartani a parancsolatokat, szokott imádkozni és elkölcsösen él. Az Ige azonban arra figyelmeztet, hogy ez kevés az üdvösséghez. Mint ahogyan annak az írástudónak is kevés volt, aki egyetértett Jézussal a parancsolatok kérdésében, Jézus mégis ezzel zárta beszélgetésüket, nem vagy messze az Isten országától. Közelebb vagy hozzá, mint akik semmit sem tudnak róla. De ugyanúgy kívül vagy rajta, mint ők. Miért? Mert minden emberi és vallásos jó teljesítményhez feltétlenül szükséges a Krisztussal való személyes összetartozás. Az, hogy összeköltözzön a hívő Krisztussal, ahogyan az Zákeus tette. Ez a gazdag ember Krisztus nélkül szeretné az örök életet. Zákeus befogadta Krisztust, s utána rádöbbent, hogy az örök életet is megnyelte. Úlnak vallotta Jézust, és ezért engedelmeskedett is neki. Ez hiányzott ennek az embernek az életéből. Neki Jézus csak mester, akitől szívesen hallgatja a tanítást, de arra nem hajlandó, hogy elkötelezze magát mellette, hogy sors közösséget vállaljon vele, hogy tegye is azt, amit Jézus mondott neki hogy kövesse őt. Semmit nem hajlandó letenni a kezéből, s így hiába nyújtja felé Jézus az örök élet ajándékát. Ki nekem Jézus? Úr, vagy csak mester? Csak hallgatni szoktam őt, vagy teszem is azonnal, amit mond? Engedelmesség nélkül csak ítélet lesz rajtunk mindaz, amit tudunk róla.